Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Kemerovói családi napon. Röviden elmondanám a programot. Köszöntés után egy részletes ajánló, és már is indultak a programok. Augusztus 19-én este a Kemerovói városrész közösségerősítő napján. A kezdeményezésről Dániel Zoltán alpolgármester beszélt kameránk előtt néhány napja, akkor elmondta, hogy a régi utcabálokat sokat emlegették a választók körzetében. Ez adta az ötletet arra, hogy ismét elindítsanak egy rendszeresíthető, de bővített programot. A családi nap lebonyolításáról a Palócnők a Holnapért Egyesület gondoskodott. A Tajga sűrűző előtt már a kezdéskor számos érdeklődő gyűlt össze, akiket azonnal vendégül láttak egy csurgatós kenyérre. Nagy sikert aratott ez a helyi hagyományokra építő, de az országban egyetlen motorizált szalonna sütővas. A szerkezet tálcáján alig több mint egy óra alatt 30 kiló kenyér változott át nyársalós finomsággá. Néhány apró színes kellék és egyszerű alapanyagok, ötletes párosítással igen vidám és színes játékok születtek. Nem unatkoztak a gyerekek, akik most korlátlan használatba kapták a betont, sőt, krétát is kaptak hozzá. Akinek pedig kedve támad kipróbálni a motorozást, az most biztonságos körülmények között és szülői felügyelet nélkül megtehette. Szerepelt a kínálatban a Vörös Keresztes stand is, a szokásos egészségügyi méréseket ajánlva. A vendégeknek összeállított műsor egy kis játékos vetélkedővel indult, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott programot hozta el, sok zenével és ajándékokkal a Nógrád megyei Család Esélyteremtő és Önkéntesek Háza. Először a gyerekekkel kezdenénk, a játék borzalmasan egyszerű lesz. Te is játszol velünk? Mesezenéket fogunk játszani, jó? Ha felismered a mesezenét, akkor te is kapsz egy csokoládét. Melyik a kedvenc meséd? Nekem a Nati meg az Elza. Nagyon jó a válasz, ügyes vagy, jól van, gratulálok. Csodálatos dolog ebbe a nagyon szép városba, hogy a fiatal tehetségeknek egy ilyen lakótelepi rendezvény és bemutatkozási lehetőségük van, és a Nemzeti Tehetségprogramban egy nagyon fontos cél az, hogy közösségeket tudjunk építeni, az a gyerekek meg tudják magukat mutatni, és még azok a gyerekek is, akik egyébként lehet, hogy a rivaldafényben soha nem kerülnek, nem kerülnek a televízió nyilvánosság elé, nem lesznek címszereplők, de itt a saját kis közösségben meg tudják mutatni azt, amire készültek, legyen az tánc, játék, zene, ének vagy bármi más. A program nógrádi gondozóiról egyébként jó hírek érkeztek a napokban. Dicsekvéstékül szeretnék most dicsekedni, hiszen volt egy megméretés, az ország 19 megyében működnek ilyen családesélyteremtés önkéntesek házai, illetve Budapesten, és legutóbb a fenntartónk, az Emberi Erőforrás Minisztériuma megmérte a csapatokat, munkájuk minősége, indikátorok, stb. Szokott ilyenkor lenni, és hát számunkra is meglepetés volt, hiszen nem voltak részeredmények, hogy első helyen végeztünk ebbe a nem mindennapi versenybe, és büszkén mondhatjuk, legalább egy évig mi vagyunk a legjobb esélyek háza az egész országban. A vetélkedő után a belgiumi Weinendáléból éppen csak hazaérkezett Nógrád Tánc Együttes tagjai tartottak kis bemutatót. Majd a gagarinos pompom lányok és Mona táncosai léptek közönség elé. A családi nap vendégeit, főleg a gyerekeket teljesen elbűvölte a Simon Kutya iskola bemutatója. Miután fegyelmezettségből, ügyességből számot adtak az ebek és gazdáik, voltak, akik még egy kis kutyasimogatós haknit is vállaltak a közönség köreiben utána némi tenyérből kapott csemegéért vagy simogatásért. Nincs elszabadult labdák után futkosás, nem kell nézőként bukósisakot adni a gyerekekre, és az ablakokért sem kell aggódni. A tavaly felújított sportpálya ismét nagy üzemben bizonyíthatott. Négy csapat mérkőzött meg egymással a családi napon. Az önkormányzat és számos szponzor által támogatott rendezvény sok embert vonzott. Mindenki a folytatásra szavazott.